Vihar előtt, vihar után? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a tusványos második napján gazdasági témában előadó politikusok, közgazdászok, vállalkozók. A válasz egyértelmű volt, vihar előtti szélcsend van, és egész Európának súlyos gazdasági válságra kell felkészülnie. Nem tévés szereplésekkel, hanem munkával lehet megteremteni az előreláthatóságot, fogalmazott Cseke Attila fejlesztési miniszter a tusványosi diáktábor és szabad egyetem második napján. A tárcavezető szerint az uniós pénzek jó felhasználásához nagyon sok munkára van szükség, a közigazgatásban dolgozóknak pedig meg kell tanulniuk gyorsan és hatékonyan végezni munkájukat. Ahhoz, hogy eredmények legyenek a beruházások szintjén is, illetve fejlesztés szintjén is, nagyon sok munkára van szükség. Hiszen ha például az Európai Uniós alapok leívásáról beszélünk, senki nem hozza a helikopterrel Brüsszelből a pénzt, és kiengedi egy város sportpályáján, és akkor tessék, ügyétek el, és ebből akkor beruházásokat végezzetek. Az infláció, energiaár, recesszió alcímmel tartott panel előadói egyetértettek abban, hogy nehéz idők jönnek. Ezt az állapotot tovább súlyosbítja a kánikula és az aszály. Gyors és határozott döntésekre van szükség, fogalmaztak. Annak érdekében, hogy a belátható időn belül megérkező gazdasági visszaesés okozta károkat minimalizálni lehessen. A nap legérdekesebbjeként meghirdetett panelnek 7 szűk esztendő, szuverenitás és gazdasági mozgástér az új nemzetközi környezetben címet adták a szervezők. Ennek keretében a klímaváltozás következményeit érintve a közelgő válság enyhítéséről és lehetséges következményeiről beszélgettek a meghívottak. Az elmúlt évtizedek felelőtlen erőforrás kihasználása az rányomta bélyegét a következő évtizedek klímájára. Meg kell győznünk a lakosságot arról, hogy szükség van az átállásra, meg kell győznünk a lakosságot arra, azzal kapcsolatosan, hogy ezekre a lépésekre kétségtelenül szükség van, és támogatást kell nyújtani ahhoz, hogy azok, akiknek nehezebb az átállás, azok ne szenvedjenek. Ehhez az átálláshoz a kormány 29 milliárd lejt kapott az Európai Uniótól, melynek 40%-át környezettudatos beruházásokra kell költeni, fejtette ki a miniszter. A tárca közel 4 milliárd lejt fordíthat a hulladék és vízgazdálkodásra, valamint erdősítésre.